napirend utáni felszólásra jelentkezett Novák előtt a Fidesz képviselőnek figyelmébe Trianon nem ünnep címmel. Megadom a szót, képviselő úr, 5 percben parancsoljon. Köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, hazánk legnagyobb tragédiája előtti, évfordulója előtti utolsó plenáris ülés végén egy Trianon megemlékezésre hívok mindenkit Ukrajna nagykövetsége elé. A Horthy korszakban nemzeti minimum volt a revíziós politika, majd a szocializmus évtizedeiben tiltottak voltak a Trianon megemlékezések. Aztán közvetlenül a rendszerváltás után 1990. június 4-én épp egy plenáris ülésnap, egy hétfői ülésnap volt, amikor Szabad György házelnök csak egy egyperces néma felállást kért itt a Nemzet templomában, azonban a Fidesz képviselői tiltakozásul kivonultak, ahogy kivonultok ma most erről a megemlékezésről is. Egyetlen egy képviselő sem maradt a Fidesz padsoraiban, annak ellenére, hogy már a múlt héten megjelent felszólalásom címe. És eltelt 1990 után is 10 év, 2000-ben, amikor szintén egy jubileumi Trianon megemlékezés lehetett volna itt az Országgyűlésben, hiszen az évforduló másnapján egy komoly államfő választó gyűlés volt a parlamentben. Áder János az Országgyűlés elnökeként azonban még egy perces néma megemlékezés sem kért, hát így legalább tiltakozásul kivonulniuk sem kellett. Aztán eltelt még 10 év, és szerte az országból alulról szervezett Trianon megemlékezések és emlékművek tucatjaival, százaival elértük, hogy végre sikerült állami szintre emelni a Trianon megemlékezéseket, még ha nem is egészen úgy, ahogy azt szerettük volna, hiszen kicsit narancsszínűre festették, kicsit gyakran ünnepnek nevezik még itt gyakran az országházban is, és szerte az országban fideszes politikusok, médiumok. A nemzeti összetartozás ünnepéről beszélnek a nemzeti szétszakítottság gyásznapján, hiszen tudjuk jó, hogy Trianont máig sem sikerült orvosolni. Ha ünnepelni szeretnénk, természetesen van rá mód, lehet ünnepelni a Rongyosgárdát, vagy hadd javasoljuk itt a Mi Hazánk mozgalommal az Országgyűlésben is, hogy a második bécsi döntés évfordulóját, Észak-Erdély visszatérésének napját hivatalos állami emléknapként, ünnepnapként is lehetne országgyűlési határozatba foglalni a hazatérés napjaként. Az Országgyűlés ezt kinyilváníthatná, tehát hogyha ünnepelni szeretnének, van arra is mód. Viszont most sokkal inkább tiltakoznunk és tüntetnünk kell a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom hagyományos Trianon felvonulására, idén is sor fog kerülni, már 21. alkalommal, azonban ahogy a HVIM bejelentette, mostantól azon nagykövetségeknél fog ez a tüntetés zajlani, ahol a legerőteljesebb hátrányos megkülönböztetést végzik a magyar kisebbséggel szemben, tehát ahol a legsovinisztább viselkedést mutat. Ezért vonulunk idén június 4-én 16 óra 30 percre Ukrajna magyarországi budapesti nagykövetség elé, a 12. kerületi Istenhegyi út 84 szám elé, ahol föl fog szólalni Barcsa Turner Gábor, a HVIM elnöke, Torockai László, a Mi Hazánk, Kirityán Zsolt, a Betyársereg és László Attila, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője is. Ukrajna nagykövetsége előtt tiltakozunk Ukrajna feltétel nélküli mielőbbi uniós csatlakozásának kormányzati és szinte összellenzéki támogatása ellen is. Csak a Mi Hazánk mozgalom tiltakozik ezzel ellen sajnos a parlamentben, pedig ugyanolyan hiba és bűn, ugyanolyan nemzetárulás, mint volt Románia feltétel nélküli uniós csatlakozásának támogatása 2005. szeptember 26-án itt a Magyar Országgyűlésben. Egy évvel azután történt ez, hogy Orbán Viktor oly szépen elmondta, hogy a vétó lehetőségével élni kell Magyarországnak. És bizony óriási hiba volt letenni a diplomácia legkomolyabb fegyverét a soviniszta román hatalommal szemben, és most ugyanerre készülnek Ukrajna esetében is. Bár 2005-ben a szavazás előtti napokban a Székely Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Polgári Szövetség és számos közismert személyiség, köztük például Kárpátalja autonómiának elpuskázója Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is azt kérte, hogy csak az erdélyi magyarság kisebbségi jogainak biztosítása esetén járuljanak hozzá a román EU csatlakozáshoz. A Fideszből mégsem akadt egyetlen egy képviselő sem, aki nemet mondott volna a nemzeti érdekek feladására. Maga Orbán Viktor is
az igen gombot nyomta meg, pedig az országgyűlés nem is volt döntéskényszerben, hiszen siető másodikként ratifikálta a románok EU csatlakozási egyezményét feltétel nélkül. Most hasonlóan feltétel nélküli EU csatlakozásra készülnek és annak támogatására készülnek Ukrajna esetében, ami hasonló nemzetárulás volna. Kérem ezért, bár a Fidesz képviselői nincsenek jelen, de társadalmi nyomást gyakoroljunk annak érdekében, hogy ennek az újabb nemzetárulásnak véget vessünk, és találkozzunk június 4-én Ukrajna nagykövetsége előtt. Köszönöm a figyelmet!